A búza felvásárlási ára közel sem volt ennyi az előző években. Sokan ezért el is hagyták a vetésforgójukból a kenyérgabonát. Búzát az utóbbi évben nem termelek, mert visszamenőleg az idei évet kivéve, hát nagyon nem volt kifizetődő. Csak kukoricát termeltem tavaly. A tavalyi termés kielégítő volt, aki kivárt és nem az aratás után, hanem az idén adta el, az jóval nagyobb nyereséggel számolhatott. Január, február, azt hiszem, hogy februárban 35 dináré, tehát aztán, ahogy bejött ez az ukrán háború, aztán még ment följebb az ára, de tehát abban az időben az nagyon jó árnak számított, még utána, most azóta még emelkedett az ár, de nem mertünk tovább várni, mert szokott, hogy lejjebb megy, aztán tavasszal már vissza lemegy az ár, és aztán nincs olyan jó ára már. A kereslet nagy a búza iránt, viszont a legtöbben már hónapokkal ezelőtt értékesítették azt. Az árak az egekben vannak, a búza ára meghaladja 40 dinárt, viszont kínálatban szinte nincs. Termelők mind eladták, a 30-35 dináros árat is nagyon megfelelőnek találtuk abban az időben, amikor odaért a búza ára, és mindenki igyekezett tőle azért a pénzért megszabadulni. Ekkora árakban senki sem mert gondolkodni, hogy ide is el fog jutni a búza ára. Nem drágul a kenyér és a liszt az elkövetkező 60 napban, jelentette ki Branislav Nedimović, mezőgazdasági miniszter a szerbiai RTV műsorában. A narednih 60 dana smo još doneli odluku, ali vlada ima pravo da interveniše ukoliko dođe do, ukoliko smatra da na tržištu postoje određeni poremećaj, dođe do porasta inputa, ali sva je prilika da će na svetskom tržištu zbog ovog sukoba u Ukrajini potpuni cirkusz biti na tržištu žitarica. A mezőgazdasági miniszter hozzátette, Szerbiának nincs félnivalója, nem fenyegeti élelmiszerválság, nincs gond a liszt, a tej és a napraforgó olaj ellátmánnyal sem.